Csak az elmúlt pár napban 25 olyan kölyökkutyát fogadott be az Állatbarát Alapítvány, amelyet kidobva találtak. Aki figyelemmel kíséri az alapítvány munkáját, láthatja, hogy milyen esetekkel küzdenek nap mint nap, mivel a befogadások mellett a balesetes kutyák száma sem csökkent. Folyamatosan érkeznek elütött, elgázolt kutyák, és a bántalmazásos esetek sem elhanyagolhatóak. Jelenleg 180-190 kutya várja, hogy otthonra találjon, de az örökbefogadás során az alapítvány most még óvatosabban jár el. Arra is figyelnek, hogy az állatok vigyázó, gondoskodó környezetbe kerüljenek. Nagyon sokan home office-ban dolgoznak, és érzékelhetően sokszor emiatt érzik úgy, hogy szükségük van egy társra, viszont a számolni kell, ugye az lesz, tavaly is elmondtuk, illetve azóta is folyamatosan mondjuk, mióta ez a helyzet létezik tulajdonképpen, hogy próbáljunk meg belegondolni abba is, hogy ennek a helyzetnek előbb-utóbb vége lesz, és amikor majd visszaállunk dolgozni a rendes kerékvágásba, vagy visszamennek az emberek, akkor bizony a kutyák egyedül fognak maradni otthon, és hát ugyanúgy kell róluk gondoskodni, mint ahogy eddig. Úgyhogy igyekszünk még jobban megszűrni az örökbefogadókat, nagyon nehéz, és ugye emiatt azt gondoljuk, hogy talán egy picit kevesebb kutyát is tudunk biztonsággal, jó szívvel örökbe adni, mint eddig. A menhely nem csak itthonra ad örökbe kutyákat, macskákat, hanem partnerszervezetek segítségével külföldre is. Szigorú szabályokat kell betartania annak, aki kutyát szeretne örökbe fogadni. A feltételek nem bonyolultak egyébként, gyakorlatilag kutyafüggő természetesen, hogy kinek, kit adunk szívesen örökbe. Inkább úgy szoktuk a szabályainkat megfogalmazni, hogy mi az a hely, ahova nem szívesen adunk bizonyos kutyákat. Értem ez alatt, hogy például kicsiket testű, rövid szőrű kutyát nem szívesen adunk kizárólag kinti tartásra, nagyobb testű vagy nagyon aktív kutyát pici gyerek mellé szintén nem, kölyök kutyát nagyon idős ember mellé nem. Ez gyakorlatilag szolgálja mind a gazdik, mind a kutyák érdekeit is, hiszen közös célunk igazából a gazdikkal az, hogy olyan kutyát találjunk nekik közösen, akivel problémamentesen lehet együtt élni, és ugye nem az lesz a vége, hogy esetleg a problémák miatt visszakerül. Az Állatbarát Alapítványnál úgy gondolják, minden embernek megvan a maga kutya vagy macskatársa. Azt tanácsolják, a személyes látogatások alkalmával ne csak a szimpátia irányítson minket, hanem hallgassuk meg a szakmai tanácsot, és bízzunk a menhelyen dolgozók segítő szándékában.